Robert Capa különleges színes képeiből nyílt kiállítás a Capa központban. A híres magyar származású fotográfus a színes film feltalálása után azonnal használni kezdte az új technikát, sok száz felvételt készített így. Capa képei mellett jó barátjának, a Life legendás képszerkesztőjének fotóit is kiállították, amíg ma is élő John G. Morris egy 1944-es sorozaton kívül soha nem készített képiket. A Gellért-hegyi szabadságszobor vörös zászlókkal, díszszemle Rákosi portréi alatt, így látta Robert Capa Budapestet. A világhírű magyar fotográfus különleges, színes felvételeiből nyílt kiállítás végig kísérli a látogatót Capa színes életén, a II. Világháborútól Indokínáig. A kortárs magyar fotográfia nagyon izgalmas, nagyon erős, tele van remek alkotókkal, tele van innovatív törekvésekkel, és ami számunkra legalább ilyen fontos, hogy nagyon érdekli a közönséget is. A kulturális államtitkár szerint Capa a képbeli történetmesélés atya volt. Ezt a történetet, a II. Világháború vagy a spanyol polgárháború borzalmainak történetét képben egyéni szereplőkön keresztül személyes történetekként elmesélni valódi művészet. Robert Capa színes képei mellett a fotósként 1944-ben debütáló John G. Morris képeit állították ki. A képek hosszú évtizedekig hevertek egy fiókban, amíg újra előkerültek. Ezek az erőteljes felvételek a II. Világháború kevésbé ismert szereplőiről készültek. Arról beszélnek a nézőnek, hogy mi is volt valójában a háború, mondta az Egyesült Államok budapesti nagykövete. A ma 98 éves John G. Morris Capa jó barátja volt, hosszú évekig dolgoztak együtt. Morris a Life képszerkesztőjeként dolgozott, és soha életében nem készített fotókat, kivéve a kiállításon láthatóakat. Az eredeti filmek nincsenek meg, az eredeti nagyítások nincsenek meg, mindez kontaktról készült, és soha, se előtte, se utána nem fényképezett. Szóval hihetetlen szeme van a fotográfiára, nem véletlen lett egy legendás képszerkesztője a Life-tól a New York Times-ig. Morris a kiállítás megnyitóján elmondta, Capa és ő annak idején megpróbáltak mindent megtenni azért, hogy 1945 után hosszú, békés időszak jöhessen. I urge the leaders of the world. Arra próbáltok felhívni a világ vezetőinek a figyelmét, hogy tegyenek meg mindent egy újabb világháború elkerüléséért. A háború megbocsáthatatlan az emberiség történetében, mondta az egykori képszerkesztő. A Robert Capa színes és John G. Morris fekete-fehér képeit bemutató kiállítás szeptemberig látható a Robert Capa kortárs fotográfiai központban.